Hinni, tudni, tenni. Ez az én hitvallásom. Mi mezőgazdaságból éltünk, földjeink voltak, állattartással foglalkoztunk. 12 éves voltam, mikor édesapám az első méhraját babkapálásból hazafele jövet fogta be. Gödöllőre kerültem az egyetemre, ott hirdettek méhész tanfolyamot, és én elmentem erre a tanfolyamra. A kezembe adták az oklevelet, gratuláltak, hogy az ország legfiatalabb méhészmestere lettem. Az egész vállalkozásom 2004-ben indult, nem tudtam kifizetni a telefonszámlámat. Volt egy nagyon intelligens nagymamám, őhozzá fordultam segítségért, nem pénzt adott, hanem tanácsot. És azt mondta, hogy menjek ki a templommal szemben mézet árulni, van itt 3 hordó méz, menjek ki és árulja. Kimentem, és az első nap ki is árultam ezt az összeget. És onnantól kezdve folyamatosan jártam a templommal szembe mézet árulni. Azt a pénzt, minden egyes forintomat visszaforgattam. Egy cél lebegett a szemem előtt, hogy én egy univerzális méhészetet akarok létrehozni. Szépen elkezdett fejlődni ez a vállalkozás. Jött az, hogy létrehozok egy mézmúzeumot. Méhészetünk éves szinten 20 tonna mézet termel. Ez az a mennyiség, amit igazából fel is dolgozunk. A méz az nem romlik, korlátlan ideig megőrzi a minőségét. Jöttek az ötletek, hogy hogyan lehet az egyszerű méhészetet a turizmussal ötvözni, hogyan lehet más szempontból megmutatni a méheket a idelátogató turistáknak. Azt mondtam, hogy csinálunk egy vendégházat. Nem egy egyszerű vendégházat szerettem volna létrehozni, hanem a méhészettel akartam ezt ötvözni. Az emberek ide látogatnak, beöltözhetnek, kipróbálhatják a méhészkedés csinyát, binyát, betekinthetnek a méhek csodálatos világába, kóstolhatnak mézet egyenesen a kaptárból, vagy akár a pergetés folyamatát meg tudják tekinteni. Az ötleteimet két kedve fogadták, nem hittek abba, hogy itt Vizsolyban tőke nélkül meg tudom mindezt valósítani. Egyedül a takarékbank hitt bennem. Elmondtam az álmaimat, az elképzeléseimet, hogy mit szeretnék létrehozni. 2 hét múlva hívtak, hogy rendben, működhet a dolog. Nem hittem el, hogy ez ilyen gyorsan és ilyen, hogy ez így megy. Én ekkor lettem takarékügyfél, és azóta is hűséges ügyfelük vagyok. Hogyha szükséges, akkor mögöttem állnak, segítenek, támogatnak, bármilyen elképzeléssel fordulok hozzájuk, akkor számíthatok rájuk.